Pedig itt van Bakondi György miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 3 évvel ezelőtt fejeződött be a gyoda építése szinte napra pontosan. Határvédelem tekintetében azóta hát úgy nagyon nagyot változott a széna. Hol tart most a magyar álláspont elfogadottsága Európában? Tehát ezért egy pillanatot, ugye a gyoda az a henger, amit legelőször letettek, és akkor utána következett a kerítés, és az is világos volt, hogy nem elég a kerítés, hanem élőerővel is biztosítani kell, és az is világos volt, hogy jogi határzára is szükség van. És aztán, ahogy múltak az évek, egyre kifinomultabb, egyre hatékonyabb rendszert sikerült kialakítani, dupla kerítés, határvadász egységek létrehozása, tranzitzónák már újraértelmezése, és végül pedig a stop-soros törvénycsomag, a migrációt segítő és szervező civil szervezetek átvilágíthatósága, illetőleg a adó törvénybe most módosult, hogy akkor 25% adót is kell, hogy fizessenek a külföldről kapott támogatások után. Így ez a rendszer összeállt. Ennek eredményeképpen a határrendészeti rezsim szilárd, aminek az a következménye, hogy a schengeni kötelezettségünknek pontosan eleget tudunk tenni, és az is következménye, hogy a magyar belbiztonsági helyzet ellentétben számos nyugat-európai vagy éppen balkáni ország belbiztonsági helyzetével nemhogy nem romlott, hanem Európa egyik legstabilabb közbiztonsága és biztonsági helyzete volt kialakítható és fenntartható egy ilyen nehéz időszakban is. Ami a magyar álláspont elfogadottságát illeti, ebben mi nem változtattunk, tehát a magyar kormány nem változtatott az álláspontján, és ebben az álláspontban aztán a nemzeti konzultációk, illetőleg a szavazások, legutóbb éppen az országgyűlési képviselő választások megerősítették a kormányt, hogy jól gondolja, és hogy a magyaroknak az az álláspontja, hogy nem akarunk bevándorló ország lenni, és joga van Magyarországnak önmagának eldönteni, hogy akar-e bevándorlókat ide vagy nem, és hogy a szuverenitás az egy fontos érték, a belső biztonság pedig a gazdaság fejlődésének motorja és az emberek szubjektív biztonsági érzetének is egy nagyon fontos mutatója. Épp ezért megmondtuk, hogy az államhatáron föl kell tartóztatni az illegális bevándorlást, meg kell szüntetni azt, hogy ellenőrzés nélkül áthaladhassanak, nem szabad kvótarendszer szerint szétosztani, de a legfontosabb talán az, hogy mindig is hangsúlyoztuk, hogy ott kell segíteni, ahol a probléma van, és nem pedig a problémát behozni. Most már ezt az álláspontukat most legutóbb éppen az olasz belügyminiszter ismételte meg. Ha rátekintünk az európai térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok országban, ugye a nemzetállamok rögtön védekezni kezdtek, az Európai Unió nem, sőt, mind a mai napig rosszabbnál rosszabb megoldásokat, aki most legutóbb a 6000 eurót ad, aki befogad egy migránst. De a nemzetállamok, akiket ugye a nemzet polgárai választanak, azok hamar fölismerték, hogy a biztonság érdekében valamit tenni kell, és védekezni kezdtek különféle módszerekkel, hol a titkosszolgált megerősítése, hol a rendőrség megerősítése, hol a határkerítés építésével, és így tovább. És ezek a lakossági aggodalmak és a belbiztonsági helyzet érezhető romlása oda vezetett, hogy elérte a politika szintjét, és amikor aztán sor került egy rendes soros választásra, nem a Soros György választására, hanem egy rendkívüli választásra, akkor az volt a helyzet, hogy a polgárok úgy szavaztak, hogy nem akarják, hogy folytatódjon ez a migrációs politika. Akár melyik végre ment választást megnézzük, olasz, francia, német, osztrák és magyaron, azt már említettük, vagy éppen szlovén, vagy más országokban is végment változásokat látjuk, vagyis a magyar álláspont számos eleme időközben elfogadottá vált, és hát a német-osztrák határon éppen most németek tranzitzónákat építenek. Az a bizonyos 7 darab horgonyzóna. Igen, azért úgy gondoljuk, hogy ebben is ugye azok a gyakorlatban látható magyar tapasztalatok, pozitívumok szerepet játszottak, amelyek biztosítják, hogy ellenőrzés nélkül ne lehessen eltűnni, bejutni, és ott különféle súlyos, az emberek biztonságát fenyegető cselekményt végrehajtani. Csak zárójelbe jelzem meg, mintha nem kapna olyan rendkívüli médiakritikát, mint a magyar
tranzitzónák kaptak. Igen, hát ez egy másik kérdés, hogy tehát 2015-ös döntésünk, amikor is úgy döntött a magyar kormány, hogy azt nem engedi meg, hogy tovább 400 ezeren haladtak át rajtunk, akik több mint 100 országból érkeztek, szó se lehet róla, hogy a magyarországi belbiztonság úgy romol, hogy nem tudjuk, hogy kik lépnek be, hol vannak, mit csinálnak, tehát eldöntött a kormány, hogy a kerítéssel meg kell védeni a határt. Ez a védelemhez az előbb felsoroltam, hogy kerítés, élőerő és jogszabályi feltételek kellenek, és ez nagyfokú lakossági támogatossággal járt, amelyik most azért érdekes ez önnek a kérdés, hogy Európában hogy állunk, mert jövő év tavaszán sorra kerül a... EP választás. Úgy van, az európai parlamenti választás. Ez most azért érdekes, mert ugye lejár az Európai Bizottság mandátuma, és három fontos döntési fórum van: a parlament, az Európai Bizottság és a tanács. A tanácsba a miniszterelnökök ülnek, ott már jelentős változások történtek. A bizottságban saját lakosságuk majd a nemzetállamok fognak jelölni, akik nem biztos, hogy ugyanazokat jelölik, akik most ott ülnek, és végül harmadszor a parlamentbe, ha sikerülne ezt a balliberális megmondó emberek, soros bizalmasok furcsaságait megtörni, és egy az európai polgárok szándékait jobban kifejező, a nemzeti érdekeket is érvényesítő, a szuverén nemzetállam szövetségét a Európa jövőjén szempontjából meghatározónak tekintő többség alakulna ki, akkor az a migrációs politikára, ezáltal az európai belbiztonsági helyzetre, az európai emberek biztonsági helyzetére is jelentős hatása lesz. Ha már itt beszéltünk a soros választásokról, Spanyolországban ugye egy rendkívüli kijelölés, tehát új kormány, szocialista vezetésű kormány alakult. Azonnal el is kezdtek a migránsok arra felé menni, mintha érzékelték volna a politikai változásokat, és hát az Európai Bizottság is pénzzel. Ez is egy feltevés, hogy mintha érezték volna, mert azért ugye rögtön a szocialista miniszterelnök megválasztását követőleg Soros György titokban azért találkozott vele ott Spanyolországban, és hát azért ha azt gondolnák, hogy ez véletlen, akkor azért hibázunk, mert újra megjelentek a soros hajók a tengeren, és most már mindegyik tudja, hogy hova kell vinni őket, és eddig is úgy gondoltuk, hogy azok a migrációt segítő szervezetek, amelyeket Soros György pénzel, azok a balkáni útvonalon történő migráns mozgásra nagy hatása voltak, aztán így volt a líbiai olaszra, és most egész bizonyosan így van a spanyolba is, és az, hogy az Európai Bizottság megint 6000 euró fejenként, meg újabb 3 milliárdos, tehát ezek a dolgok, ezek nyilván arra ösztönzik a migráció szervezőit, hogy bátran indítsák útba az újabb és újabb csoportokat, mert Spanyolország fogadja őket. Az egy más kérdés, hogy az ENSZ menekültügyi konvencióval szöges ellentétben a Spanyolországba érkezők tovább indulnak Franciaországba, és Franciaországba is tovább indulnak Németországba. Ez elképzelhetetlen, tehát a jogszabály szerint erre nincs lehetőség. Menekült csak az, akit a faji, vallási, politikai hovatartozása miatt egy adott országba üldöznek, veszélybe van. És az első biztonságos ország. Egy pontosan így van. Én úgy gondolom, hogy akik megérkeznek Spanyolországba, ott Spanyolországba senki se üldözi őket, Franciaországba se. Tehát nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem a legfejlettebb régióba törekszenek, ahol legmagasabbak azok a juttatások, amit ez munkanélkül is hozzá lehet jutni. Itt a régiónkban volt egy ország, amelyik az elmúlt hetekben gyakran került be a híradásokba, méghozzá a migráció kapcsán is, Boszniáról van szó, ugye, ahova tömegével elkezdtek ismét érkezni. Teljesen kizárható az, hogy Magyarország felé induljon a tömeg onnan? Az a helyzet ugye, hogy a 2015-ös indulásnál világos volt, hogy Görögországba érkeznek tengeri úton zömébe, onnan a szigetekről a kontinentális Görögország, onnan Macedónia, Szerbia és a magyar határ. Ez volt a fő útvonal a migrációnak. Utána egy bizonytalan időben kísérletezgettek többfelé, Ukrajna felé is, Románián keresztül elég intenzíven kísérleteztek. És hát mi mondtuk is, hogy a román társszervekkel az együttműködésünk megfelel erre a helyzetre, és nem indokolt, hogy a határrendészeti rezsimmel szigorítsunk. De most napjainkra világosan látható, hogy a főútvonal, az illegális migráció főútvonal az
áttevődött, részben ugye Görögországból érkeznek, ahova érdekes módon egyre kisebb arány az, akik a tengeren érkeznek, egyre nagyobb arány, aki a török-görög szárazföldi határon, az ott tehát a határfolyón. Mintha nem lenne olyan így stabil van. Ez a... És akkor ők Albánia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina és onnan Horvátország, Szlovénia, és onnan gondolom Olaszország, vagy Ausztria. Az a helyzet, hogy Boszniába két irányból, tehát részben Albánia felől érkeznek, részben pedig Szerbia felől is érkeznek. Szerbiában új vonás, hogy repülőjárat van Teheránnal közvetlen, és vízummentesen érkezhetnek, és az érkező utasok nagyon nagy számarányban visszaútra nem vettek repülőjegyet, és megkísérlik az illegális. Azt látjuk, hogy ez a főútvonal stabilizálódik. Az egy más kérdés, hogy ha és amennyiben ez az út akár Szlovénia, akár Horvátország, vagy ne talán Ausztria, Olaszország részéről erősen lezárásra kerül, vagy volt már rá példa, akkor ezek az emberek egész komoly migrációs válságot és ezzel összefüggő gazdasági, politikai, biztonsági válságot idézhetnek elő egyes balkáni országokban, különösen Bosznia-Hercegovinában, ahol a gazdasági helyzet sem túl erős, a rendvédelmi szervek létszáma alacsony, és az állami döntéshozatal egy nagyon bonyolult rendszere működik, márpedig a Balkán biztonsága, az Európa biztonsága, ezt tudjuk a 20. század óta, épp ezért mi magunk is, a magyar kormány is mindent megtesz, hogy kellő időbe és a lehetőségeink maximális kihasználásában segítséget nyújtsunk, hogy a magyar határtól, Európa határtól minő távolabb lehessen föltartóztatni az érkező ellenőrzés nélkül bejutni szándékozó migránsok tízezreit. Bakondi György, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.